Sziasztok! Itt újra Vidéki Srác, egy újabb teszt videó. Cím: Monster Ultra Paradise. Monster, ugye van sokfajta, a klasszik, a cukormentes, a The Doctor, a Lewis Hamiltonos, a Rehab, a Hydro, a Java monsterekből, abban is sokfajta van, Mango Loco, Mucho Loco, ugye ugyanaz, csak dél-afrikai a Mucho Loco. És még sorolhatnám, Espresso Monster, ugye ezt teszteltem is német az előző előtti videómban. Nagyjából ennyi. Ugye van ugye még az Ultrák sorozata, abban is van több fajta, vagyis összesen 8, mert is ez az Ultra Paradise, ez friss kiadás, amit megszereztem. Az Ultrákban ugye van a sima Ultra, hová rakjuk, ide föl. Van az Ultra Red, az Ultra Citron, ami citromsárga, van az Ultra Sunrise, ami a narancssárga, van a lila, ami az Ultra Violet, ami magyarba is megjelent, elvileg már hivatalosan van a Tesco-ba, azt nem tudhatom, illetve van a fekete, az Ultra Black. És akkor megmutatnám a hetedik típust, az Ultra Blue, ami nekem kifejezetten személyes kedvencem, mind dizájnra, mind ízre is. Ennyi lett volna ez a hét fajta. És ugye ez Ultra Paradise, hogy néz ki? Hát mutatnám nektek, ez egy zöld színű. Kitérnék, ha a monstereseknek üzenhetnék, akkor én azt mondanám, miért nem lehetett volna akkor Ultra Green. Ha már van Ultra Black, Ultra Blue, akkor lehetett volna Ultra Green is. Mindegy, visszatérve, szép zöld doboza van. Ultra Paradise, mint paradicsom, azt hiszem Paradise paradicsomot jelent. Hát ugye ilyen tengerpartos cuccok vannak rajta, pálmafa, itt a klassz kis papagáj. Meg nem mondom, milyen papagáj ez. És ugye tengerpart, stb. Mint ugye tudjuk, az ultrák ugye cukormentesek. És ennek a teteje zöld tetős. És ugye szokásos Monster logós itófül, mert ugye ez egy amerikai kiadás, 473 ml-es. És ugye ahogy mondtam, friss. Ami azt jelenti, hogy 2018 novemberében jelent meg. Nincs más hátra, mint hogy felbontsuk, csapjunk bele a lecsóba. Még a fel is tudnám bontani. Ops. Hú, hát illatra kellemesen nyárias illata van. És ha meg kell, hogy mondjam, hogy körülbelül milyen gyümölcs ez, akkor talán görögdinnyét mondanék. Wow! Szép zöld színe van az energiaitalnak. Még mindig az a görögdinnyés illat. Egészségetekre! Wow! Ez ütött. Ez valami extra finom. Viszont kettős érzésem van, ugyanis az olyan, mintha inkább kivi és görögdínje vegyítéke lenne, mert valamennyire érzem ugye meg azt a görögdínjét, és utóízként vég és ilyen utó, szóval olyan kombó, és akkor még az utó, szóval olyan kiwi és görög dinnyére satszolnék nekem, hogy ez a kettő kombó érződik benne. Egyébként azt kell mondjam, hogy nem rossz. Ezt hűtve még jobb is lenne, ugye nyáron el is tudom képzelni. Le a kalappal, én azt mondom, nagyon remek ízesítésű energiaital lett. Ez az Monster Ultra Paradise. Igazából nincs bajom vele, nekem bejön, kellemes az ízvilága, mondom olyan kiwi és görögdínye ízesítésű,
nek jön le ez a cucc. Én ennyi lettem volna, mint vidéki srác. Ja, és a pontozás, el ne felejtsen a pontozást, de szerintem úgy is gondoljátok, hát blue a kedvenc színem, vagyis a kék, de azt kell mondjam, hogy szerintem jól néz ki, viszont én lehet, hogy egy ponttal kevesebbet adok, mint a maximális, mert oké, hogy Ultra Paradise, de szerintem lehetett volna az Ultra Green is. Oké, hogy van Ultra Citron, meg minden, de az annak a nevében is benne van, mintha ugye utalni akar, hogy az tényleg mondjuk citromos, ugye az Ultra Blue, Ultra Black, akkor miért nem lehetett volna az Ultra Green? Szerintem. Úgyhogy 10 per 9-et adnék a dobozra, 10-re viszont megadom maximálisat, 10 per 10. Ütős, kombó, le a kalappa, én azt mondom. Ennyi lettem volna, mint vidéki srác. Ha tetszett a videó, akkor kérek, nyomjatok egy lájkot. Ne felejtsetek el feliratkozni, benyomni a harangot, dring-dring, hogy értesüljetek a legfrissebb videóimról. Addig is, legyetek jók, legközelebbi videóban találkozunk, addig is, szevasztok!